Ez itt az én hazám. Ez pedig az én kisebb hazám. A ház nem olyan régen került hozzánk. Apám a 90-es évek végén nyugdíjba ment, és megvette ezt a telket. Szereti itt tölteni az idejét, és elvárja, hogy gyakran látogassuk. Ez a birtok a büszkesége, az öröme. Erre a falra is nagyon büszke, a rokonok fotóival teli falra. A közepén lévő férfiról nehogy azt higgyék, hogy ez egy régi cári tábornok. Nem, ő az apám. Anatol Anatoljevics Platolov. Ő így tekint magára, és azt szeretné, ha mások is így tekintenének rá. Hogy büszke legyen a birtokára. Én nagyon szeretem őt, és büszke vagyok rá, de néha a büszkélkedés kimondottan fárasztó. Ezért az utazásba menekülök. Ezúttal pedig Kínába utaztam. Egy ismeretlen országot gyakran az ételeink keresztül ismerünk meg. Ám akkor még fogalmam sem volt arról, hogy a kínai ételeknek milyen fontos szerepük lesz az életemben. A kínaiak életében az ételnek nagyon fontos szerepe van. Gyakran úgy köszönnek egymásnak. Úgy köszönnek egymásnak, hogy megkérdezik, mit evett a másik aznap. Moszkvában is lehet kínai ételeket enni, de itt mindennek teljesen más íze van. Romantikus látvány, nem igaz? Így kezdődött minden. Nagyon Szeret Moszkva. Ő az én Irinám. Nyám, babán! Beléd meg mi ütött? Több millió kínai lány közül választhatsz. Magasak, alacsonyak, vidámak, csinosak, bármelyiket választhatod. Anyád kínai, nagyanyád kínai, dédanyád kínai. 25 nemzedék óta kínaiak vagyunk. Mondtam neked, hogy mutassuk be neki Winlinget, de szerinted túl korai lett volna. Ugyan, most már túl késő. Winling 3 hónapos terhes. Mik ezek az átkozott papírok? Látni sem akarom az oroszokat a házamban. Elég volt. Megértetted? Majd én megmondom, hogy mit csinálj az életeddel. Tessék, itt van. Úgy sem tud lebeszélni.
látogatás célja? Most nem Moszkva, jó, ne? A látogatás célja? Most nem Moszkva, jó, ne? Mi a látogatás célja? Gája, hívd már ide egy kínai tolmácsot! Turistaként jött. Végre egy tud beszélni. Maga miért érkezett hozzánk? Egy okom van. A szerelem. Ennyi már. 2 milliárd kínai nő közül nem talált magának senkit. Összesen annyi van. Abból már 1 milliárd mennyasszony. Hm? Akkor üdvözöljük magát Moszkvában. Az orosz ara ára. Moszkva a magasból nagyon hasonlít Sánkhájra. Ha nem nézzük meg túl közelről. A lényeg az, hogy itt lakik az a lány, akitől a 7. mennyországban érzem magam. Első látásra úgy tűnik, hogy különbözőek vagyunk, de én tudom, hogy ez nincs így. Ő meg én egyformák vagyunk. Azt az 1 hetet, amit Kínában együtt töltöttünk, örökre a szívemben őrzöm. Tudom, hogy örökre velem marad. És nem történhetett volna jobb dolog velük. Miért álltunk meg? A polgármester kincset keres. Milyen kincset? Rettegeti a eltűnt könyvtárát, vagy az aranyszobát? A kommunisták aranyát? Haver, én csak egy taxis vagyok. Csak vicceltem, vicc volt, érti? Forgatókönyv Andrei Zolotaryov, Ivan Baranov, Alexandr Noskov, Alexandr Markin, Maria Trubnikova és Lei Guanlin. Rendezte Akaki Szahelasvili. Zene Dato Evgenyidze. Vissza a helyetekre. Hátat egyenesen. Karokat fel, de lágyan kecsesen. Még szebben, kecsesebben. Úgy. 2, 3. Gyorsabban a fejeket. Maga meg ki? A vőlegény. És kié? Az övé. Bank, te meg hogy kerülsz ide? Csak miattad jöttem. Megtanultál oroszul? Megtanultam. Azért, hogy elmondjam. Szeretlek téged. Mint ha most is Kínában lennék. Egy céllal jöttem Moszkvába, hogy megkérjem apáttól a kezed. Hogy? Elvenni időt feleségül? Úgy értettem, hogy megkérem tőle a szívedet, meg a kezedet. Csak ilyen egyszerűen? Az én beleegyezésemre nincs is szükséged. A szíved már úgy is igent mondott nekem. Ahogy te is igent mondanál. És apámnak mit mondok? Ő itt, Peng, csak egy nyári románc volt. Nem nyári románc volt. Akkor azzá tesszük, menjünk el a tengerhez, vagy Balira. Hogy Balira? Dehogy. Sajnos én nem tudok úszni. Ó. Union Pay kártyát elfogadnak itt? Mindent elfogadunk. Csak legyen rajta pénz. Köszönöm. Peng. Az a nagy helyzet, hogy az én apám elég nehéz ember. Egyik volt barátom sem felelt meg neki. Habár az embereket úgy általában szereti. Jobban mondva, soha senkivel nem jön ki. Egyáltalán. És sohasem. Csak azért, mert engem még nem ismer. Ez bizony még ijesztő. Peng,
Igazán hízelgő, hogy ennyi mindent megtettél a kedvemért. Beszélsz oroszul, ide jöttél. De a házasság nagyon komoly dolog. Érted, ugye? Készen állok. Hiszen ölelkeztünk, csókolóztunk, együtt aludtunk, vagy talán neked nem tetszett? Nos... Mi lenne, ha nem mennénk oda? Miért? Talán szégyelsz engem? Nem, de hogy szégyellek. Akkor pedig oda megyünk. Képzeld, ez a kedvenc dalom. Azért, mert rólad szól. Neked tetszik? Nos, elég jó. Már is megyek. Figyelj csak! Figyelj! Teletöltsd, légy szíves. Szóval, már is nézem, igen. Nem! Kész egyet? Nem. Igen, már is indulok. Jól van, megbeszéltük. Kész vagy? Tessék, fogd meg a tiéd. Igen, persze, hogy odaérek, felhívlak. Oh. Jól van. Kaptál borravalót? Bocsánat, nincs aprónk. Gyere, ülj be, indulunk. Tudod, Oroszországban két probléma van. Igen, tudom. A korrupció meg az alacsony születésszám. Akkor most már négy van. Nálatok még az utak is részek? Peng! Nagyon fázom. Bonjour. Ruben Artavazovics vagyok. Ruben bácsi!
Pasi! Annyira hiányoztál. Édes mi ez? Kocakos lettél? Jól van, nem mondj ilyet, más is meghallja. Az egy tank? Milyen tank? Jaj! Ugyan már, csak tizifát szállítok rajta. Na jó, indulás, gyerünk, apád már vár rátok. Akkor indulás! Na, ide figyelj, Jocsi. Ha bántod a lányomat, kihozod a gyufát? Mi van, ha esetleg magasabb nálam? Az én lányomból soha nem lesz elvált asszony. Csak is özvegy asszony. Figyelmeztetlek, kisöreg, ne akarj belém kötni, hallod? Az előbb. Megérkeztek. Na, drág nélkül, jó nagy meglepetés lesz. Csodálom! Gyorsan! Apuka! Édes kis lányom! Megjött az én gyönyörűségem. Jaj, de hiányoztál. Ki az? Egy új trojboly? Apu! Jó van, na. Na, mi van? Ismerkedjünk meg? Ennyi. Nem Moszkvában vagyunk. Frázol? Üdvözlöm. Hideg van, menjünk inkább be. Szia, szervusz. Jó estét. Búrját? Nem, nem búrját. Baskír? Nem. Akkor meg mi? Csak egy dolog biztos, hogy ez a fiú nem örmény. Mi van még nálunk? Hanti, mansi, eszkimó vagy jakut? Szerintem kínai lehet a gyerek, de persze csak találgatok. Köszönöm. Nem! Komolyan kínai a fiú? Egyébként Peng hozott neked ajándékot. Add ide. Kínai porcelán. Irina mondta, hogy szeret teázni. Mióta jársz a lányommal? Egy hétig jártunk, aztán szünet volt, és most már egy napja. Ó! Akkor komoly a dolog. Nagyon komoly. Azért jöttem Oroszországba, hogy megkérjem a... Petravna! Hosszabb ideje járnak, mint hogy maga idehozza a vacsorát. Mondj csak, mégis hogy hívnak téged? Penge? Peng, Peng. Oh. De szólítson csak Pengnek, uram. Az én nevem Anatoli. Oh. Te meg szólíts engem Anatoli... Anatolievicsnek. Jussz.
Hogy még enni pingpongnak. Hogy mondják kínaiul, hogy az én ételem a te ételed. Orosz nemzeti étel. Pelmenyi. Parancsoljon. Hasonlít a nevedre. Pengnek hívják, apu. Úgy is mondtam, Pengmenyi. Egyébként ez kínai étel ám. Ne hadovál, főleg, ha nem tudod, miről beszélsz. A pelmenyit a 15. század óta készítjük. A kínaiak ugyancsak. Tényleg? Uh-huh. Egészen pontosan már vagy 2000 éve. Most meg azzal jössz, hogy a papírt is ti fedeztétek fel. Igen. Igen? Igen. Ez hihetetlen. Más se csinálnak, csak másoktól lopkodják az ötleteket. Nemrég vettem egy kínai motoros szánt. A kínait? Akkor megbízható és nagyon szívós. Hogyne. A harmadik napon elromlott. Nem bírja az orosz telet. Gondolkodom, hogy inkább visszaküldöm. Nem akarok itt mindenféle kínai szemetet. Fyodor, a végén még Ruben meglátja. Na, egyáltalán nem vicces. Nem az, de a nők fenekébe belemarkolni vicces. Nem. Az sem vicces, persze, de... De olyan finom. Uralkodj magadon, Ruben. Már vagy ezerszer megmondtam. Öregek vagyunk mi már ehhez. Mit fognak szólni az emberek? Ki nevetnek? Te mit gondolsz? Sokáig bírja majd? Nem tudom, olyan vékony dongájú, erőtlen legény, de egész úton úgy kapaszkodott. Én Anatolira gondoltam. A szerelemre. Tudod mit? Jobb lesz, ha szépen elrejted azt a puskát. Megtettem. Uratkozom. Játszunk valamit? Természetesen. Ha, Ruben! Mondd, Anatoli! Orosz rulettet játszunk, gyere ide! Gyere, gyere csak! Hozd a lőszereket, Ruben! Pam 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 pam. Figyelmet kérek! Valamelyikben víz van, valamelyikben vodka. Ráadásul a legjobb. Természetesen. Az, aki előbb látszik, hogy sok vodkát ivott, kiesik a játékból, és szépen hazamegy. Apu! Apu, mi ez már megint? Ne játsszátok ezt az ostoba játékot, gyere! A kisfiú nem akar játszani, mossa meg a popsiját, és menjen csak, csicsikálj! Gyere. Majd én játszom veled. Már is megyek! Más se hiányzott. Ki az első pohár? Az enyém. Miért a magáé? Döntsön a sors. Kő, papír, olló, egy, két, há. De... Mindegy, én győztem, én kezdek. De... Ő győzött. De, Irina. Na, akkor kezdjük. Ó, de finom ez a kis víz. Limonádé. Hogy? Málna szörp. Tényleg milyen finom itt a víz. Könyörüljön meg rajta, uram. Mint a reggeli harmat. Remélem azért van köztem vodka is. Esetleg kapok egy vodkát is? Ah,
A felén túl vagyunk, ellenőrzés. Ellenőrizzük a józanságot. Mondd szépen, utána. Lenin mauzóleumának milleniumi lelinóleumozása. Mit nézel? Linoleum. Tudod, Lenin a vörös téren. Jól van. Ez egy nyelvtörő. Maguknál is van nyelvtörő? Kinek a lába? Vége. Engem meggyőzött. Rendben van. Akkor folytatjuk. Magic people, golden people! Döntetlen. Háló jó Istennek. Akkor is én nyertem. Idióta. Jöttek, fiú! Hozzátok csak a külföldi csomagot? Nem, így! Mit csinálsz? Hagyd abba! Nem, ne lábba hozzátok be! Ez végre nem purcan ki? Igenis, főnök. Óvatosan, vigyázzatok! Nagy tökre tegyétek az ajtófélfát. Na, dobjátok le valahol. Tessék! Itt van a csomagot! Most pedig tűnjetek el innen! Azt mondom kifelé! Igenis, főnök. Na, mi van? Na? Alszol te? Apu! Jó van, nem bánt. Elég volt, apu, hiszen meg sem tud mozdulni. Nagyon helyes. Akkor elájult. Olyan, mint egy hulla. Úgy értem, hogy nincs magánál. Elég volt a hülyeségekből. Az én hülyeségemből, hiszen az a Big Fist az előbb majdnem kinyílt engem, alig élek. A saját házamban, a saját lőszeremben. Milyen gyönyörű kis lányom van. Menj már aludni! Segíts rajtam, Istenem. Ruben! Mit csináltok ti itt? Össze innentek! Hey! Mit csinálsz? Gyere le onnan! Mit mondtam az előtt? Adjátok abba! Mit csinálsz te itt? Veszed le azt a dákot! Gratulálok! Még egy fiú! Tolja lesz a neve! Fogja! Megyek a következőért! Hogy? Jeje! Mit mondta? Jeje! Azt mondta neked, hogy jeje! Hogy mi? Azt, hogy nagyapa. Gyerekek! A kiváló demográfiai eredmény és a nemzetek közötti baráti kapcsolat ápolásáért járó díjat az Orosz Föderáció legjobb nagyapja, Anatoli Anatoljevics Platonov kapja. Ne oda! Oroszország megmentője. Te fáraó, hagyd már békén!
Ruben! Ó, retteleteset álmodtam az éjjel. Azt, hogy a lányom idehozott nekem valami kínait. Az a kínai, az asztal alá ívott. Figyelj csak ide. Van egy hírem a számodra. Vizet inni kell. Jól. A tüzes vízzel nem mentünk semmire. Más eszközhöz folyamodunk. Tűz és víz kell neki. Egyszerre. Megfürdetjük? Meg. Anatoli, én egyet nem értek. Akkor most kedveled Penget, vagy nem? Mert nem fürdünk együtt az ellenséggel. Ha Irina megtudja, hogy nem kedvelem, azonnal felszáll egy repülőgépre. Úgyhogy más taktikához folyamodunk. Olyan forró gőzt kap a takonypóc, hogy visszapárolok Kínába. Begyújtottam a gőzbe, beáztattam a virgácsot, a növények is vízben vannak, minden készen áll a kínai számára. Mi lenne, ha végre befognád? Befogom a fenébe is. Hogy aludtál? Elég jól. És maga? Figyelj ide! Ha rosszul érzed magad, inkább ne menj a gőzbe. Na mi lesz? Indulás vár a fenébe is. Jobb, ha felveszel egy sapkát. Minek a sapka? Mert meleg lesz. Úgy nézel ki, mint egy bolond. Maga mondta, hogy vegyek fel sapkát. Oh. Azt hiszem, jobb, ha eltakarod magad. Gyenge a szívem ehhez, rossz a ketyegém. Itt meg meleg van. Azt hiszem, jobb lesz, ha most megyek. A fenébe is. Nájj fel! Nem kell, ülj csak le! Ülj vissza, ülj le! Figyelj ide! Ha nem bírod, akkor kivehetsz! Dehogy! Csak most kezdek melegedni. De tessék csak kimenni, ha úgy akarja. Én még maradok egy kicsit. Dehogy! Én csak most kezdek bemelegedni. Csak behozom a virgácsot. Ha jól látom, ott vannak. Tényleg, igen. Vajon ki hozta őket ide?
mint a kissé hűvös lenne. Azt hittem, hogy maga így szereti. Не губите, мужики, не губите! Не робите дерева, не губите! Ради гнездышка грача, не рубите с горяча! Ладно, Белага, пиши! Не губите! Не рубите! Ради гнездышка грача, не рубите с горяча! Не губите, мужики, не губите! Very good! Very good! Ó, de hideg van! Gyere! Irina, ne haragudj, szerinted Peng tud úszni? Tessék! Ugorj be! Hogy? Ugorj be! Hová? Hát oda! De miért? Ugorj már! Nagyon hideg van! A víz még hidegebb! Pont az a lényeg! Elvégre most fázol, beugrasz a vízbe, és éggé fagysz. De ha kijössz belőle, már nem fázol annyira. Érted? De a közben rögtön melegem lesz. Ahhoz nem kell fejest ugranom a jéghideg vízbe. Nem, nálunk ez egyáltalán nem így szokás. Előbb fázni kell, aztán megizzadni, aztán megfagyni, aztán megint megizzadni. Az acélt is így edzik át. Na, ide süss! A kezdedet! Hadd a kezdedet! Háromszor kell lemerülni! Nálunk éjszakát! Nem tud úszni! Segíts ki a vízből, apu! Add a kezedet! A fenébe! Most majd meglátod! Mindjárt jobban leszel. A fenébe is. Na? Ha? Aha. Fárasztó kis takjas. Egyszerűen nem veszi észre magát. Miért hallgatsz, Ruben? Segíts kitalálni valamit. Apu. Lányom. Meghalhatott volna. Én talán nem. Tegnap ő győzött a piálásban, ma a gőzben. Holnap mi lesz? Holnap? Összepakoljuk a cuccainkat, és elmegyünk Kínába. Azt hiszed, nem tudom, mit akarsz csinálni? Szerjózsát, a volt pasimat. A hőlégballonnal üldöztetek. Nem is, nem. Eloldódott a kötél. Kosztját elvitted a motoros szánnal, és azóta is dadog. Ugyan már. Csak két kört tettem vele. Hogy hívták az utolsó áldozatot? Románnak, apu. Bedobtad a vízbe, és majdnem belefulladt. Az a fajta nem süllyed el. Apu, nincs több jeges fürdő. Meg gőzfürdő. Sem más feladat. Megegyeztünk? Ahogy akarod. A felébe. Te naplopó, tetszik neked a lányom? Mármint Irina? Ki nem állhatom a lányát? Látni sem akarom többé. Amikor maga majdnem vízbe folytott, az érzelmeim teljesen kihűltek. Még annak sem örülök, hogy egy városban kell laknom vele. Jól van, ne rizsázz már ennyit. Rövid leszek. Vissza kell szerezned. Nem értem. Kapsz tőlem 40 000-et, ha eljössz hozzánk hétvégére. Várjuk. Ezt nem értem. 40 000 egy hétvégéért? Mit kell csinálnom? Semmi különöset. Eljátszod a hős szerelmest. Kiét? A magáit? Irináét, te idióta! Irináét! Akkor 500 000! Megőrültél! 120 000! Köszönöm! Abban a folyóban megfagytak az érzelmeim. Fel kell őket támasztani. Azon kívül meg van programom. 125! Lefeküdjek vele? Normális vagy!
Tudja, hogy mit mondok? 200 ezer jó ár lenne. Kinek jó a 200? Vagy talán áristád is van? Na jó, ez az utolsó ajánlatom. Kapsz 150-et, és magadtól jössz, hogy küldöm az embereimet, és egy vasat sem kapsz. Lolka Bolkának. Indíthatjátok az akciót. Mi a probléma? Eltévedtél. Ez nem a te szobád. De Ruben ne lalszol. Előtte. Jó, te meg utána. Te meg mit művelsz? Mi az? Miért? Azért. Hogyan? Menj, beszélgess vele. Nincs miről beszélnem vele. Látod, hogy milyen szomorú? Menj, beszélgess vele. Nos. Peng. Figyelj. Szerintem ne haragudj már annyira Irina apjára. Mert tudod, nálunk oroszoknál házasság nélkül egy pár nem alszik együtt. De maguk ketten sem házasok. Hála jó Istennek. Az ágya készen van, Peng. Jó éjszakát, Peng. Adja csak, kimosom. Meg a pólóját is. Köszönöm. Jó éjszakát magának is, kedves Ruben. Köszönöm, kedvesem. Holnap találkozunk. De hát maguk ketten sincsenek összeházasodva. Ennyi már. Te... Jobb, ha visszafogod magadat. Nekem sem volt könnyű az életem, de ha tényleg igazi orosz akarsz lenni, soha ne add fel. Én kínai akarok maradni. Egyszerűen nem értem, hogy miért ilyen szigorú velem. Kínában, ha egy lány férjhez megy, az nagy öröm a családban. Próbáld őt megérteni, hiszen Anatolij nevelte fel Irinát, megtanította beszélni, járni. Most meg te elveszed tőle a kislányát, azon kívül meg akarod, bum-bum. Peng-peng. Nem úgy. Egyen-petyen, érted? Aha, entyen-pentyen. Na. A lényeg az, fiam, hogy ha rosszul viselkedsz, az egyenbetyem nem Irinával lesz, hanem az apjával, Anatolijjal. Hogyan? Csak képletesen mondom. Most pedig aludj és gondolkodj el a viselkedéseden. Maga nem akar aludni? Nekem még más dolgom van. Szerinted hogy festek? Uram, tessék, itt van a csomag. Meghoztuk. Hol van? A traktoron. Alszik. Nem. Én nem ittam egy kortyot sem. Megígértem. Na jó, szedjétek ki és józanítsátok ki. Mit akar, biztos úr? Nem ittam egy kortyot sem. Ne büntessem meg. De mi van? Bevált a traktor. Igen, szuperül megy. Magának hála. De mi folyik belőle? Valami a motorból folyik, de nem javíthatom ki. Túl drága az alkatrész. Majd én segítek. Szerintem csak ki kell cserélni a tömítést. A gyerekek hogy vannak? Nagyon jól. Magának hála természetesen. Itt vagyok, uram. Mi lenne a harci terv? Van rágó gumid? Rágom? Hát lássuk. Nálam van fenyőkátrány. Add oda neki. Nem már, uram. Azt én nem veszem a számba. Azt se tudom, hogy honnan van. Hol vették meg minden? Hol a virág? A virág nem volt benne a keretben. Mi a terv, uram? Mivel rólad van szó, próbáld nem elszúrni. Kérem szépen, uram! Otthon tudják, hogy hol vagyok. Minek lögdösölte meg? Ó, virágok, nekem? Hé, fogd be! Látod azt a kocsit? Látom. Vadonatúj. Nagyon drága. A tiéd?
Köszönöm, tekintetes úr. Csak egy időre. De lehet, hogy megkapod, ha rendesen végzed el a feladatot. Ez egy ritka konyak. Ó, az szuper. Kezeket el, öregebb, mint te. Nekem hoztad, ahogy azt egy normális ember tett. Jóképű vagyok. Kár, hogy nem voltam szimpatikus. Pedig jó veje lettem volna. Ne add a nagyben őttem ümájjel. Hűsd le magad, vagy lehűt a hideg víz. Elmondom, mi a terv. Erre jártál az új kocsiddal, és úgy gondoltad, beugrasz hozzánk. Hát, ha Irina is itt van. Vettél virágot. Értem. Ja, igen, Ruben, a virág. Ennek mi a fene? Add ide. Mint egy tankban. Hoztál neki virágot, nekem pedig konyakot. Aztán útközben lerobbant a kocsid. De hát vaddi új. Na és aztán Kínában gyártják őket, bármikor lerobbanhatnak. Mm. Na mindegy, itt van azt nálunk két napig, és mindenki meglepetésére megmutatod, hogy tudsz normális is lenni. Na, végre észrevette. Az a dolgot, hogy Irinát elvedd a kis Big Fizz-től. Azt már nem. Arról nem volt szó, hogy el kell csábítanom. Meglepetés! 20 perc múlva érj a ház elé. Hiányzol. Gyere át hozzám. Apu nincs itthon. Üdvözlöm. Hogy ityeg a fityeg, Dajgák nagyura? Na? Mit mond? Semmit nem mondott. Megyek Irina szobájába. És mindjárt lesz egy kis entyem-pentyem. Igen! Na, megjött? Nem igazán. Majd én összeszedem. Ki az ördög lehet az? Hódolód van neked. Hogy kerül ez ide? Honnan tudjam? Kérdezd meg tőle. Te jártál vele, nem én? Mi van? Összetört a kedvenc poharaimat. Ügyetlen. Na, végre. Szállod? Összetört üveget látni jó szerencsét jelent. Virág! Virág! Te meg mit keresel itt? Hogy mit? Én csak véletlenül erre jártam, és útközben... És? Jó napot! És? Az apát hívott meg hozzátok. Hogy én?
Mikor? Hogy? Amikor... még akkor régen... meghívott engem. Vadászni. Igen, valóban. Régen meghívtalak vadászni. Na és mire akartok vadászni? Tudod, ez a kérdés igencsak érdekes. Szóval... mire is akarunk vadászni? Szerintem azokra a medvékre. Apu, dobd ki innen, légy szíves! Engem ebből hagyd ki. Mindig azt mondod, hogy szigorú vagyok a fiatal urakkal. Beszéld meg vele, hogy mit akar itt. Na, gyere, pingpong, segítek neked. Ide figyelj! Tessék itt a virágot. Köszönöm. Meg a konyakod, és húzd el innen gyorsan, érted? Hova menjen? Lerobbant a kocsia. Mit nézel, komolyan lerobbant? Valaki konyakot öntött bele benzin helyett. Na és aztán, mit izgat engem? Az én autóm? Majd találok pénzt a javításra. A pénz soha nem probléma. Na, akkor ezek szerint ti elmentek vadászni. Aha. Peng meg én, pedig itt maradunk. Hát jó. Rendben van, King Kong, vagyis Ping Pong. Maradj itt főzni, takarítani, ahogy azt a háziasszonyoknak kell. Mi meg a barátommal? Jaj. Megyünk vadászni, ahogy az oroszoknál szokás. Te tényleg jártál vele? Fogjuk rá, haver. Hagyd csak, hadd menjenek el vadászni, mi ketten, pedig itt maradunk és pihenünk. Én is megyek. Ó, nagyon helyes. Meglátod, milyen egy igazi vadászat. Na, gyerünk. Hová mentek, tél van? Legközelebb a sivatagba mentek horgászni? No. Fehérné. Ruben, készülj fel a vadászatra. Ruben! Oh. Indulás! Ó, oh, ezt meg hová viszem egy pillanat. Ruben, csak leteszem ide. Hey. Takarodj! Takarodok. Hadd menjenek. Hogyan csak, uram? Magán meg miért faroham sisak? Fél, hogy a fejére esik egy tégla az egyik fáról? Ruben, add ide nekem azt a vizes kulacsot. Miért nem a Hammerre jöttünk inkább? Az sokkal kényelmesebb. Majd mindjárt meglátom. Magic people, all the people! Ilyen egy igazi orosz út! Hammer darabokra este ezen az úton! Uram, kaphatok én is egy sisakot? Minek az neked? Talán tégla esett a fejedre? Állj meg az ismert helyen! Mesek mi bogót a bírba! Micsoda gyönyörűség! Micsoda gyönyörűség ez! Futás, fáraó! Te meg mit csinálsz? Hiszen az az enyém! Majd kapsz egy másikat? A fenébe! Neked elment az eszed. Csak megnéztem a tájat. Hé! Hey! King Kong! Gyere ide! Ne töröld az orrodat a kabátomba, szemtelen. Nagyapám puskája. Nesze. Tetszik neked? Tetszik. Figyelj csak! Ez a puska erősen visszarúg. A végén még kimegy a válla. Legalább nem öl meg senkit. Na jó, hozzátok a fegyvereket! Csapat! Figyelem! Amint tudjátok, csak három ágy van a kunyhóban. El kell dönteni, hogy ki alszik az autóban Fjodorra. De miért velem? Miért mindig én alszom a kocsival a felébe? Nyugi, fegyar, nincs elég hely. Menj már, indulj! Felébe! Fordulj! Az, aki eltalálja a célpontot... Hol a célpont? Na, így kell. A meleg kunyhóban alhat reggelig.
Nekem már van egy ágyam. Ki lesz a következő? Én. Ruben. Ügyes vagy, gratulál. Rajta te, madár jöttél. Eltaláltam? Igen, eltaláltad. Jó csucsukálás, sasszemű. Szép álmokat. Iszunk valamit, uram? Nézzen ide. De mit? Ó, megtaláltad a dugi piámat? Bocs, egy célőrű vagyok, de a piát kilométerekről kiszagolom. Ki kell aludnunk magunkat. Holnap reggel Ruben majd hoz néhány fagykakast az erdőkerülőtől. Te leszel a szupervadász. Feng pedig egész nap a medvét kergeti. Ne légy már ilyen kegyetlen. Ez már szívtelenség, Anatoli. Hagyd abba a horkolást! Nem én horkolok, Anatoli. Két órája nem alszom. Azt hittem, te vagy az, csak nem akartalak felébreszteni. A kutyát találtad el. Vágd orba a műmáját a párnáddal! Nem lehet, már rég orba vágtam. Azt hittem, én horkolok, te dobtad ide a párnád. Ne légy dühös, Anatoli, de két órája hallgatom ezt a szimfóniát. Elvesztettem a türelmemet. Most megfojtam. Benyakolta. Ezek után nem fog felébredni. Majd már abba. Lejjebb, kislány, lejjebb. Majd adok én neked lejjebb. Dobjuk ki innen. Megőrültél? Megfagy. Nem, a kocsiban. Nem lehet. A kocsiban sincs hely. Vagy behozzuk ide Fjodort, ami még rosszabb, mint ez a trombitás, vagy penget, és akkor legalább alhatnánk. Esküszöm, hogy megfojtam. Hallgass már el! Fogd már be végre! Szerintem abba hagyta. Aludjunk. Ebből elég nem bírom tovább. Megyek az erdőkerülőre. Hát még csak éjjel egy óra van. Annál jobb, legalább korán óta érek. Milyen jó volt nekem Jerevánban. Minek kellett onnan eljönnem az istenvernémek? Elnyomorultak. Te átkozott füstbánia, menj a fenébe! Jó reggelt,
emberek? Mindenki jól aludt? Mi van, Jackie Chan? Elvesztettél valamit, Jackie Chan? Vigyázz, mert megtalálod! Nem. Uram, jó reggel! Nem találom a telefonomat. Használj adóverőt. Na, gyerünk! A medvék nem várnak ránk. Persze, itt van. A tiéd. Jól van. Ügyes vagy. Maradj itt. Mi majd ide tereljük a medvét. Meddig kell itt maradnom? Nem sokáig, csak tavaszig. Fogd a szádat. Ha jön a medve, akkor lőj rá. Vagy hívj az adóvevőn, érted? Igen, értem. Na, indul el. Anatoli, mégis meddig tart ez a vadászat? Addig, amíg a győzelem a miénk nem lesz. Az is lehet, hogy holnapig? Szedd össze magad, és ne hívogass folyton, meghallja a medve. A medvék hallják a rádió hullámot. Hogy, de persze. Igen. Na, ez meg mi? Mi lenne fajt kakasan, Anatoli? Megmondtam, hogy hozz egyet az erdőkerülőtől. De hát tök részeg volt. Én viszont feltaláltam magam, és hoztam nekünk egy kitömött fajt kakast. Kitömött? Hé, fogd meg a zsákmányodat, te! Ezt már lelőtte valaki. Hé! Hová mész, fáraó? Irina? Igen. Tűnés! Menj innen! Tűnj el! Menj innen, te medve! Takarodj! Tűnj el! Menj innen! Menj innen! Gyerünk, ne ugass, te kutya! Ne ugass! Menj innen! Hagyd abba! Ne ugass már! Hagyd abba, kutya! Tűnj innen! Abba, te idióta! Hol veszünk itt új szélvédőt? Mondja csak, uram! Rálőhetek végre valamire? Amire csak akarsz. Akkor adjon lőszert. Nem kapsz lőszert, lőj anélkül. Ruben! Mi van? Oda égeted. Tudom, hogy mit csinálok. Inkább a vendéged miatt aggódj. Aggódjak? Miért? Mi baja lehet? Menj innen, medve! Menj el, vagy lövök!
Ez lelőtte magát. Na de kétszer? Lehet, hogy először nem talált. A fenébe már. Szóval Pengről volt szó. Dehogy is. Hiszen egy szót sem szóltam. Akkor meg gondoltál rá? Nem. Látod? Rosszul teszed, ha úgy mész hozzá, hogy egy hete talán, hogy ismered. Apu ügynöke lettél? Irina, miket mondasz? Csak érdekel a dolog. Az az igazság, hogy igen. Én is erre gondoltam. Akkor keres egy rendes fiút. Honnan veszed, hogy nem rendes? Attól, hogy más formájú a szeme, még olyan, mint bármelyikünk. Vannak érzései, gondolatai. Az nem biztos. Hozzánk az orosz férfiak valók. Ugyan már. Ha az orosz férfiak valók nekünk, te miért vagy együtt Rubennel? Ki? Én? Vigyázz a körömlak! A bocsánat. Mi jut eszedbe? Még hogy én Rubennel? Annyi, hogy közeli barátságban vagyunk. Közelibe, mint a melltartókkal. Ne szentelenkedj! Peng nekem is közeli barátom, mindenben támogat. Csak miattam jött ide. Megtanult oroszul. Türelmesen tűri apa ostoba feladatait. Szereti az állatokat. Nagy, hogy ilyen korán visszajöttek. Hol találtatok télen medvét? Peng találta meg. Ezt néznek, élődtem. Még hogy szereti az állatokat, nézd meg. Peng hol van? A kocsiban sírdogál. A fejébe is. Még hogy rendes. Nyugalom, fiam, ne légy szomorú. De hát mégis mi történt? Lelőttem a medvét. Ne higgy neki, semmi sem volt az egész. A puska elsült, piff-paff, és a medve feldobta a talpát. Képzel csak el, egyenesen a két szemek közé. A medve egy szót sem tudott szólni, a darabjai mindent beterítettek, innen, oda, onnan, ide. Ez a fiú egy igazi hős. Igen, mert megmentette a kutyát, igaz? Amikor Fyodor meglátta, mit művel, dobott egy hátast. El sem tudod képzelni. Meg persze, ez a medve nagyon gonosz medve volt. Már évek óta sok gondot okozott a falubelieknek, nem kár érte. Nagyon-nagyon rossz medve volt. De ez a fiú egy igazi hentes. Képzel csak el, szegény medve vérbefagyva feküdt a hóban, mint akit lemészároltak. Na csodába. Én igyekeztem. Rendben van. Ezt a menetet elveszítettük. Kitaláltam valamit. Ha nem sikerül elcsábítani Irinát Pengtől, akkor viszont próbáljuk meg Penget elcsábítani. Bocsánat. Úgy értem, hogy nem úgy értettem. Hoztam neked egy teát. Az felmelegít. Kérsz karamellát? Tessék. Ez egy medve. Jobb lesz, ha elterelem a figyelmet. Kis mackó. Hey!
Borka, fogd a bort és gyere utána. Jodor, most ne égesd oda a húst. Bézd ide a fenébe is. A bort tegyétek oda. Gratulálok neked, Anatoli. Szanya! Köszönöm, kedves fiam. Tessék, ezt neked hoztam, miattad töltettem tele. Köszönöm, barátom. Rajta, ülj le, ülj az asztalhoz. Mi van, lányok? Mi történt? Miért üresek a poharak? Várjatok, majd én segítek megtölteni őket. El az útból, el innen. Így kell ezt csinálni. Korom sötét volt odakint, az orrunkig sem láttunk, de ő felkiáltott, hogy én vagyok az első. Kiváltatok. Kint a kettőről leugrott az aszfaltán. Tele lesz húzomásokkal, de azóta nem szükséges. Nem tudom leülni magamat. Magát eddig a másik. Jó napot kívánok. A takonypóc. Akihez az én lányom hozzámegy. De hát miért nem szóltál, hogy vendégeitek vannak? Nem akartalak felébreszteni. Mi a baj? Leülünk az asztalhoz? Gyertek. Gyertek, csak üljetek le. Úgy. A másik oldalra is lehet ülni. Tessék oda. Igen, úgy. Ne kérdezz semmit. Barátaim, minden év február 23-án összegyűlünk, hogy együtt ünnepeljük a szülőföld védelmezőjének napját. Nagy örömmel tölt el, hogy egyik évben sem maradt el ez a hagyományos ünnep. Igyunk! Mondja csak, uram, nem látok kaviárt az asztalon. Nézd meg még egyszer. Egyetek, van hal is. Menj, cimbora, gyere cigizni. Kösz, de nem dohányzom. Én sem, de mi oroszul kimegyünk és nem gyújtunk rá. Gyere már. Fyodor! Mondd! A főnök téged keres. Menj, megcsinálom. Tudod, mit mondok? Örülök, hogy így összejöttetek. Úgy látszik, hogy Irina végre révbe ér. Köszönöm. Ne köszönj, nem azért mondtam. Viszont tudod mit? Ha rám hallgatsz, rajta tartod a szemedet. Miért? Mi az, hogy miért? Nagyon szép lány, ahogy te is látod. Szóval ennyi. Hogy is mondjam, elég szeszélyes. Érted? Tudod, Franciaországban járt. Egy franciával jött haza. Tájföldre is elment. Akkor onnan hozott egyet. Volt már mongol pasia, német. Nyugi, nem járt velük nagyon sokáig. Csak találkozgattak, más nem volt. Egyébként egy időben már arra is gyanakodtam, szóval megfordult a fejemben az, hogy ez valami hobbi. Gyűjti a mindenféle pasikat. Nem hiszek neked. Rendben van. Akkor ne hidd el. A fő, hogy itt vagy. Ne parázd már, szerintem annyi az egész, hogy Irina tapasztalatokat gyűjt. Habár a föld forog tovább. És olyan sok ország van rajta. Peng, kimegyünk a motorosszánnal. Gyere, menjünk be, vegyél fel valamit. Peng! Miért ilyen rossz kedvű? Talán romlott a tevet? Ha? Oh! Na gyerünk, ugorjunk fel! Az oroszok kedvenc időtöltése a motoros számverseny. Lássuk ki éle gyorsabban a faluba is. Vissza! Mi lesz a fődíj? Nyilván veregetik. Ezután csúnyán kikapsz tőle. Álmodj csak, cimbora, úgy se tenyelsz. Nemrég vettem a szánomat. Nézd csak meg! Az a kínai ócskavas a nyomába sem. A kínai termékek a legjobbak közt vannak. Főleg az elemek. Akkor a tiéd a kínai. Peng. Mi bajod van? Peng, nem hallod, mit kérdeztem? Miért nem válaszolsz?
Nézd csak, hogy tud vezetni. Ne félj, az az ócska vas, nem éri utol a finn szánt. Na, ülj fel Roman mögé! Engedj ide, én is felülök. Nem üzze fel, menjél innen. Engedj már! Hey, idióták! Tűnjetek el! Főnök. Áld a sisakot, te hülye! A marha. Ez az igazi. A taigaszán. Orosz gyárban készült. Na, gyerünk! Megnézzük, gyerekek, hogy ki a leggyorsabb. Elkészülni! Startvonalhoz! Rajt! Ne lélegezz. Fújd ki. Belégzés. Csöndesebben nem hallok semmit. Belégzés. Add ide nekem, te nem értesz hozzá. Jerevánban mentősként dolgoztam. Mentősofőrként. Hallgass már el, mert nem hallok semmit. Na persze. Pontosan ezért nem megyek hozzád feleségül. A kaukázusiak mindegyformák. Eleinte édes szerelmem, aztán meg hallgass és irány a konyha. Mintha nélkülem már a Champs-Élysén sétálgatnál. Ha úgy akarom, akkor ott sétálok. Hallgass el! Te hallgass el! Hallgass már! Bocsánat. Add ide. Én már meghallgattam. A lényeg az, hogy a beteg maradjon, melekeljen, igyon sokat, 3-4 napig sokat pihenjen, és persze málna lekvár. Na meg konyak. Az meg mire kell? Nekem kell. Mindjárt gondoltam. Van esetleg nyers gyömbér a házban? Az nincs, de keverünk egy vodka citromléval. Azt mondtam, hogy Banktől szabaduljunk meg, nem pedig a motoros szántól, de idióta! Persze, én vagyok a hibás. Ha maga nem rendezi azt a versenyt, sikerült volna a terv. Én a magam részéről letettem a terv alapjait. Elmerodjant, kőműves! Maga mondta, hogy a tavon átmenjünk! Ezek szerint az egészet maga tervelte ki. Te miért nem vagy az ágyban? Beteg vagy? Menj ki, Román, beszédem van vele. Nagyon szívesen. Az egyességünk áll, azt ugye? Mondtam, menj ki.
Azt hittem, hogy orosz embert akar faragni belőlem. Hogy elvehessem a lányát. Figyelj, Peng, gyere ide. Na, gyere ide. Ülj le. Na, ide figyelj. Hogy magyarázzam el? Na figyelj, na, ez itt egy kutya. Wow, 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 wow. Ez meg itt egy macska. Miau, miau. Azonban a macskából soha nem lesz kutya. Nem lehet belőle, azért, mert nem lehet. Egyébként a kutya nem tehet semmiről, nem rossz kutya ő. Csak éppen nem jó szimatot követett és eltévedt. Mert a másik oldalon, a fal másik felé nagyon sok kutyát találna, rengeteget. Wow, 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 wow. Mert a kutyáknak ott van a helyük. És a macskával mi lesz? A macskának sokkal jobb lesz így. Mert nem kell aggódnia, hogy megbántja a kutyus érzéseit. Ha nincs kutya, akkor nincs probléma sem. Figyelj ide. Én, mint ember, arra kérlek, hogy engedd el a kis cicát. Tessék, tessék, ezt nézd meg. Látod, itt van Irina, ez vagyok én, ez meg az anyja. Te látsz valakit a fényképen, aki hasonlít rád? Nem. Nincs. Neked nincs itt semmi keresnivalód. De... Román? Peng! Megijesztettél, te hülye. Figyelj, ne vedd el magadra. Nincs bajom vele, csak így egyeztünk meg. Mondd meg a főnöknek, hogy a kocsit a vasútállomáson hagyom. Ezek szerint elmész? Igen, haver, elmegyek. Elviszel magaddal? Gyere ide! Persze. 15 000 ért. Rendben van. No, te meg nem alszol. Álmatlanságban szenvedsz. Itt hagyott, apu. Nagyon helyes. Jól tette. Csak nekem akar jót vele. Azért, hogy én boldog legyek. Én pedig. Az ő kedvéért itt maradok. Beugrott miattam a jeges vízbe. Butaságot beszélsz. És nem tud úszni. Talán lázad van? Rájöttem, hogy nem lennél boldog velem. Soha életemben nem történt jobb dolog velem annál, mint hogy téged ismertelek. Amikor felfogtam, hogy el kell viselnem az apját, úgy elmúlt a szerelem, mint a zsic. Téged vízbe dobott? Engem ugyancsak. Csak éppen nyáron. Velem kegyes volt. Mit vagy ennyire kiakadva? Ahogy megérkezünk Moszkvába, összehozlak néhány csinos lánnyal. Ismerek egy táj kis csajszit. Ó, haver, ha tudnád, mit művel a kezével. Mert persze nem csak a kezével, de szerintem érted. Barom, menekülj!
Na, mi van? Elmegyünk egy körre? Nem. Viszlek a vasútállomásig. És senki nem normális. Betilisztek! Jó! Jó vagyok. Indulás, gyerünk! Ha! Mondtam, hogy elviszem bulizni, ha akarja. Ilyenek a kínaiak. Hálátlan csűrhe! Hűbe! Igen. Az igazat halljam. Irina miatt ugrottál a jeges vízbe? Természetesen. Miatta jöttél Oroszországba? Igen. Na és a medve? A kutya miatt. A kutya miatt lőtted le? Ne zavarj össze, már kezdtem érteni a lényeget. Na jó, elég a butaságból, indulás haza. Már mint Shanghaiba? Magával? És ezek után is beledobál a hideg vízbe? Meg rámuszítja a kutyákat? Nem. Akkor meg miért állta el az utunkat? Egy orosz ember nem hagyja cserben a másik oroszt. Jobbra megyünk. Apósom. Peng! Oh! Oh! Van itt még valami? Egyben egyezzünk meg, a gyerekeitek az én vezeték nevemet kapják. Ne. Legalább a fiúk. De apu! Jól van, csak egy ötlet volt. Mit csinálsz ennyi ideig, Petya? Hajd abba, apu. Mi bajod? Eddig Peng volt, most Petya lesz. Igazi orosz neve van, Piotr. Készen van. Elromlott. Kínai vacak. Japán vacak. Nem mindegy. Fyodor, hozd a masinát! Milyen jól néz ki mindenki. Felkészülni? Hát! Fiatal, kopj le innen! Jó napot! Jó napot! Fiam, mondd meg nekik, hogy az esküvő Shanghaiban lesz. Mit mondott? Mondd meg nekik, hogy az esküvő Oroszországban lesz. Hozzanak sok meleg ruhát! Nálunk hideg van, hozzanak sok meleg ruhát! Meg megyünk a gőzbe is. Megyünk a gőzfürdőbe! Oroszországban megtanultam azt, hogy az életet nem lehet a Wikipédiából megismerni. Az életet, és főleg az oroszok életét hosszú és bonyolult szemben is megismerni.
Minden filozófia és vallás szerint az ember csak a szenvedés útján válhat erősebbé. Csak hinni kell és szeretni. Én hiszek és szeretek. Így lett belőlem orosz ember. A forgatás során sem ember, sem medve nem szenvedett. Magyar hangok. Epres Attila, Szatori Dávid, Csifó Dorina, Elek Ferenc, Faragó András, Orosz Helga, Sörös Sándor, Gubányi György István, Mayer Marcel, Mayer Szonya, Maszlak Bálint. Magyar szöveg Ottlik Gabriella, hangmérnök Faragó Imre, vágó Baja Gábor, gyártásvezető Masoll Ildikó, szinkronrendező Horváth Vilmos Zoltán. A magyar változatot a TV2 csoport megbízásából a Masterfilm Digital készítette. Produkciós vezető Gyarmati Zsolt. Mám kívül, mert,